Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, a Jézus Krisztust, békesség Istentől. Nyilvános fellépés előtt Jézus elvonul 40 napra a pusztában. Szentírás megjegyzi, ez számára a felkészítés ideje volt. 40 nap után fellép a történelem színpadára, és elkezdi a megváltás nagy művét. Ez a 40 nap szimbolika, nyilvánvalóan megtalálható az egyház életében is. 40 nap választja el a kereszténységet a legnagyobb ünnepünktől, a húsvéttól. 40 napig nekünk is készülődnünk kell, hiszen minden jellegzetesen fontos eseményre komoly ember készülni szokott. Amilyen lesz a felkészítőm, ez a 40 napi készület, ugyanolyan lesz az ünnepem is. Ünnep? Az élet, az lehet ünnep? Igen, mert az életnek van értelme. És erre az értelemre, az élet értelmére tanít meg és készít fel engem a Szent Negyven nap. Megkezdődött hanvazó szerdával. Szintén szimbolika. Nagyon érdekesen az egyház hamut hintett a fejünkre, hamut, és gyönyörű szavak kíséretében emlékez ember, por vagy és porá leszel a hamu. Már az Ószövetségben is megvolt a gyásznak, a bűnbánatnak a jele. Emlékszünk Dávid, a zsidók legnagyobb királya, miután meggyilkoltatta Uriást, csak azért, hogy elvegye feleségét, becsabét. Mit tett Dávid? Rájött bűnének súlyosságára, hamuba ült, megszaggatta ruháit, királyi palását, hamut a fejére, bűnbánata jeleként, dekorírta a leggyönyörűbb, legszebb Zsoltárát, a mélységből kiáltok uram hozzád. Istenem, figyelj a szómra! Hamut hint az egyház a fejünkre, következő szavak kíséretében, emlékez ember, hogy por vagy és porrá leszel. Gyönyörű mondás. Emlékezni, igen, nekünk van múltunk. Van még pillanatnyi jelenünk is, a jövő az az Isten kezében van. Emlékeznem kell múltamra, hogyha változtatni akarok jelenemen, és ha el akarom készíteni dicsőségesen a jövőmet is. Emberek vagyunk. Emlékez ember, tehát nem emlékez igazgató úr, emlékez doktor úr, emlékez tanár úr, emlékez bankár úr, emlékez tisztelendő úr, emlékez ember, akinek egy feje, két keze, két lába van, és embernek nevezi magát, annak emlékeznie kell. Pedig mi nem szívesen akarunk emlékezni, mert életemnek annyi hűtlen, elhibázott napja volt, és ezekre a hűtlen, elhibázott napokra kell emlékeznem, hogy változtatni tudjak az életemen. Aki ezt nem teszi meg, nem lesz husvéti előkészülete, és nyilvánvalóan nem lesz husvétja sem. Nem fogja megtapasztalni soha, mit jelent az emberi érték, mit jelent az emberi élet. És szintén a Jézusi példa szerint az egyház egy nagyon jó recepttel áll elénk, emberek, próbáljátok megkövetni. És hogyha a receptnek ezt a három mondani valóját, én, mint ember magamévá teszem, meglátják önök is, sikeres lesz az előkészület. Receptünk első lépése, imádság. Jó, hát arra nincs idő, ez az első dolog, és le is venném a napi rendről. Figyeljük csak meg a keleti ember kéket. Úgy kezdik a napot, ők azt mondják, hogy meditálok csoportosan 30-40-100 ember a gyár az üzem előtt, vagy kint a parkokba meditálnak, a komolyabbja letérdel lótuszülésben, meggyújtja maga a füstölgő mécseseit, és készül, zümmög, csendben van, becsukja a szemét, meditál, azt mondja ő. Mi imádkozunk. És az imádságnak van egy nagyon érdekes, egyszerű magyarázata, az nem jelent mást, mint beszélgetni a jó Istennel. Szeretem őt, hiszen jó Istennek nevezem. Beszélgetni az Istennel, ez az imádság. Beszélgetni. Vajon a mai nap folyamán ki kell beszélgettem én? Hitvestársammal, rokonaimmal, gyermekeimmel, barátaimmal. Milyen volt ez a beszélgetés? Ideges kiabálás, sietés, egy egy vattában odadobott szó hogyan beszélgettem én embertársaimmal, vigyázzak, ugyanolyan lesz a beszélgetésem is, az imám az Istennel, amilyen a hozzáállásom mindennapjaimban embertársaimhoz. Ha én tudok szépen, nem kenetteljes beszédről van itt szó, szép, érthető, embertársaimat megillető beszéddel folyamodni hozzájuk, ugyanígy fogok folyamodni az Istenhez is. Ne fáradjak bele, hiszen akit szeretek, azzal szívesen vagyok együtt, szívesen beszélgetek. Imádság, ott, ahol vagyok, úgy, ahogy vagyok, térdelve, állva, ülve, beteg ember a betegágyon, sétálva, nem muszáj templomban. Mit mond a mindenható Isten Jézus által? Aki imádkozni akar, ott az árt ajtók mögött is, atyád a rejtekben is lát, ő megfizet neked. És jön a gyönyörű felkészítőnknek egy második jellegzetes tanácsa, receptünknek a mondani valója. Imádság után bőjt. És tuti, eszembe jut a hús. Nem eszem húst. Kedves hívek, ne gondoljunk mi mindig az evésre. Igen, ez is hozzá tartozik, hiszen lemondok arról, ami számomra a legkedvesebb. Míg a szegények vagyunk, de jól élünk, ritkán főzünk, de zsírosat, húsevők vagyunk, nem vegetáriánusok, ha bár olyanok is akadnak köztünk. És akkor egy vegetáriánus az nem tud bőtölni egyáltalán. Az egyik kedves kollégám Isten nyugtassa halott porába is, igazi pap volt de ember volt ő is, és az emberi gyengeségei között ott szerepelt a jó erő Szilva Pálinka is. Nem volt részeges ember, de nagyon szívesen lekortyolt két-három decit, amikor jó napja volt. De kezdődött a nagybőjt, és megtöltött egy fehér üveget jó erő Szilva Pálinkával, és oda helyezte íróasztal a sarkára. És az volt számára az önmegtagadás, hogy 40 napig nézte ezt az üveget. Az első napok kegyetlenek voltak, magyarázta nekünk. Második nap már kezembe fogtam az üveget. Harmadik nap már a dugóját is kivettem, hogy legalább az illatát élvezzem, de nem. Visszatettem az asztalra, nem nyúltam hozzá, nem ittam meg. Ez jelenti a bőjt, akaratomat edzeni. Mert ha nincs akaratom, ha széltől lengeted nád vagyok, azt csinál velem az élet, és az életben a gonosz lélek, amit akar. De ha nekem Isten bevetett erőm és akaratom van, akkor leszek igazán egyéniség és személyiség. És itt van receptünknek harmadik mondani valója, az alamizsna. És tudti eszembe jut, a templom bejáratánál álló koldus nyújtja az ujját, nyújtja a kezét, és azért, hogy lelkiismeretemet megnyugtassam, oda dobok egy lejt. Nem, ez nem alamizsna. Az Alamizna annyit jelent, hogy én megköszönöm a mindenható Istennek a földi anyagi értéket, amit nekem adott. És van szemem, és körülnézek a világban, és észreveszem embertársamat, akinek az élet, vagy a mindenható Isten nem adott annyit, mint nekem kutyakötelességem a magam anyagi javaiból ráfordítani, segítséget nyújtani annak, akinek kevesebb van. Alamizsna, ez egy csúnya szó, segítség, hiszen én is Alamiznaként kaptam azt a mindenható Istentől, de csak azért, hogy használjon nekem, és használjon embertársamnak. 40 nap, felkészülés a szent időre, Felkészülés a szent ünnepre, a húsvétra. Eddig hogyan készültem? Eltelt immár szinte két hét. Változott valamit az én életem? Jobban imádkozom? Többet imádkozom? Jobban, lelkiismeretesebben le tudok mondani a számomra megengedett kellemes dolgokról, csak azért, hogy akaratomat edzeni tudjam? Vajon az alamizsna milyen szerepet játszik az én életemben? Két kezem azért van, hogy mindent magamhoz vegyek, vagy két kezem azért van, hogy egyikkel elfogadjam Isten kezéből az ajándékot, de csak azért, hogy a másik kezemmel juttatni tudjak azoknak is, akiket az Isten mellém rendelt. Valamennyiüknek szép felkészülést kívánok. Adja mindenható Isten, rádöbbenjünk az élet értelmére, rádöbbenjünk az élet szépségére, és a felkészítő idő alatt, 40 nap alatt meg tudjam érteni, az élet szép, az élet él és élni akar. Ezt jelenti számunkra, mindannyiunk számára a Húsvét.